neked mi volt a kedvenc koncertélményed idén? Hol, melyik koncerten érezted a legjobban magad? Hát a legjobban a Budapest Barban a Korda koncert, utána az A38-on a Budapest Bar koncert. Most ez a kettő jutott eszembe, ezek voltak a legjobbak. Analóg Balaton koncerten voltunk a Dabarás Fesztiválon, Torockon. Az Analóg Balatonnak ez az ilyen varázslatos hangulata tök jól illett a háttérhez, mert ott mondom, hogy gyönyörű a hegy, ott a Székelykő a háttérbe, és pont ment le a nap, és nagyon szép volt. Elefánt koncerten éreztem magam eddig a legjobban, úgyhogy ezt bármikor újra, meg újra végig tudnám hallgatni. Voltam egy Ruzsa Magdi koncerten július 1-én, ott énekeltünk együtt a közönséggel, és akkor ott összebarátkoztam az ott levő másik koncertezőkkel, és nagyon jót szórakoztunk, beszélgettünk, és aztán felvettük egymással a kapcsolatot, szóval egy nagyon jó élmény volt ez a koncert. Szerinted mi a jó koncertnek az ismerve? Hogyha belépsz egy koncertre, akkor mi garantálja azt, hogy te mindenképpen jól érezd magad? Hát én úgy gondolom, azt lehet, ez a korra jár már, hogy amikor már megláttam a lehetőséget, hogy mehetek koncertre, akkor benne már akkor elindul egy ilyen pezsgés, egy ilyen élet, hogy hú, megyünk akkor a koncertre. Hazudni, mert egy picit nem melegítünk be, de aztán utána a koncertben a nagyon nagy zene, a produkció, amit előadnak a művészek, és az élőzene. Nálam az élőzene az első. Ott vagy élőben is, ahogy a közönség lehet látni, hogy hogyan érzik magukat, és a zajok, minden kiáltozás, minden mozdulatban benne van valami elképesztően együtt, az, hogy együtt érezzük azt, amit történik a színpadon. Nekem az az Elefánttal kifejezetten ilyen elképesztő érzés. Sokat hozzátesz nyilván a közönség is, tehát én olyan koncertekre megyek, akinek tudom, hogy szeretem a hallgatóságát, úgyhogy ez azért szerintem nagy részt rajtam is múlik, hogy olyat választok, amit tudom, hogy tudok élvezni. A közönségtől függ nagyon, hogy milyen a hangulata, mennyire élvezik a koncert, és hogy mennyire nyitottak a másik emberekre, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni, mennyire szabadulnak fel, mennyire tudnak a másikkal együtt énekelni, ilyen. Hát azt már láthattuk, hogy nektek melyek voltak a kedvenc koncertjeitek 2023-ban. A következő percekben azonban még folytatjuk az év összegzését, ami a magyar zenéket illeti, és egy kicsit előre tekintünk 2024-re is. Vendégünk a témában a Petőfi Rádió csatorna igazgatója, Dominik Zsolt. Szia, jó estét kívánok! Sziasztok, jó estét, meg boldog új évet mindenkinek! Boldog neked új évet is. Neked is! Na hát ilyenkor év elején, év végén mindig szokás egy kicsit összegezni, kicsit hátra tekinteni az új évre, és a zeneterén is érdemes ezt azt gondolom megtenni. De hogy látod, 2023-ban melyek voltak a legkiemelkedőbb magyar előadók, vagy magyar dalok akár? Voltak-e olyan egyéniségek, akik szerinted kifejezetten dominálták a tavalyi évet? Voltak domináns zenészek, együttesek is természetesen. Ugye mi október 1-től profilt váltottunk, már ami a Petőfi Rádió zeneiségét és a zenei szövetet illeti, hiszen 2023. október 1-től minden magyar a Petőfi Rádióban kizárólag magyar előadók által készített zenéket játszunk. És nagyon furcsa volt, és nagyon jó, jó értelemben volt furcsa megtapasztalni, hogy mennyi jó magyar zene van, ami ezáltal egyébként lehetőséget kapott, mert hogy mondjuk a korábbi elképzelések alapján mondjuk voltak olyan zenészek vagy dalok, amik nem kerültek volna be, és nem lettek volna országosan bemutatva, hiszen egy országos Magyarországon a legnagyobb lefedettségű országos könnyűzenei adóról beszélünk, amikor a Petőfi Rádiót említjük. Voltak nagy meglepetések számunkra is, feltörekvőkben is, meg olyanokban, akikre azt mondjuk, hogy profi zenészek. Összességében pedig úgy gondolom, hogy nagyon jól vizsgázott a magyar zene abban a 2-3 hónapban, amit ugye együtt el tudtunk élni, és abban bízom, hogy 2024-ben szépen elérjük majd azt a hatást a Petőfi Rádióval, amire egyébként vállalkoztunk, és amit szerettünk volna elérni, hogy legyen a Petőfi Rádiónak egy ilyen legitimizáló hatása, tehát amit a rádióban hallasz, azt elfogadod, hogy ez egy jó zene tud lenni, és ez így rendben van, nem csak a streaming platformokra, vagy a videó megosztóra tudsz hagyatkozni, hanem a Petőfi Rádióra is. Ez az egyik nagy küldetésünk október 1-e óta, és bízom benne, hogy ez 24-ben is ugyanúgy kitart. Félve kérdezem meg, de volt kedvenc dalod? Nem fogom tudni belőled kibúzni. Egyébként nézd, én is mindenevő vagyok, mint te, ahogy hallottam. Tehát nagyon-nagyon sokféle zenét és dalt hallgatok meg napi szinten.
Nekem is az egyik ilyen mániám, hogyha találok valami olyat, ami nagyon tetszik, akkor azt, hát a szószoros értelművel rongyosra tudom hallgatni, de a rádió vezetőjeként is ugye az az elsődleges felelősség, hogy minden dalt meghallgassak, ami például a zenekukac.petőfirádió.hu-ra beérkezik, ez mindenkivel szemben így korrekt. Nyilván vannak olyanok, amik nagyon-nagyon tetszenek, de itt elsődlegesen az a cél és az a feladat, hogy egy olyan zenei szövetet biztosítsunk naponta, amit Magyarországon szeretnek az emberek, el tudnak fogadni, és van benne valami ilyen plusz hatás, amivel egy kicsit többet hozzá tudsz adni az emberek életéhez. Egy háttérzörej, ami jótékonyan hat, főleg a magyar zenére, meg a zenészekre, például rád is, ugye veled kezdtük a Hajrá Magyarok című élő koncert műsorunkat még október 2-án, és egyébként ez a műsor, ez egy kimondott sikernek mondható, közönség sikernek, mert hogy elindítottuk, az elején lehetett azt látni, hogy azért a zenészeknek tetszik az elképzelés, de úgy még úgy figyelgették, hogy miről van szó, te ezt átélheted ugye személyesen is. Már ott tartunk, hogy egymásnak adják úgy a kilincset, hogy jelentkeznek, hogy szerepelhessenek ebben a műsorban, és itt a feltörekvő zenészek vagy együttesek mellett egyébként mondjuk azt, hogy sztárokra vagy befutott zenészekre is gondolunk. Hát nagyon, és téged is várunk vissza. Nagyon diplomatikus voltál itt a kedvenc dolog tekintetében, de abszolút értjük ennek a miértjét. Vegyünk akkor egy nagyobb perspektívát. Mondjuk, ha stílusokról, műfajokról beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban ti milyen irányokat, milyen trendeket látok? Én amikor jöttem ide, és pont ezen gondolkoztam, akkor az jutott eszembe, hogy egy pár éve mekkorát robbant mondjuk a trap műfaj, és igen, mondjuk én a rock zenén éreztem azt, mintha ez úgy picit kikopott volna. De ti így a rádióban mit érzékeltek? Hát nem. Tehát amúgy pont a rock nem kopott ki, ugye rengeteg zene érkezik a meghirdetése óta, október 1-e óta a fent említett zenekukac.petőfirádió.hu-s e-mail címünkre, és képzeljétek el, hogy ezeknek a nagy része az popzene. Mondjuk azt, hogy kb. Így a 40%-a. A második nagy halmaz, és ez volt számunkra is amúgy a nagy meglepetés, az rockzene. És rengeteg rockformáció létezik, rengeteg magyar rockzene létezik, amiről nem is tudtunk. Fönn van mondjuk, meg nagyon sok YouTube linket megkapunk, és meg lehet nézni, de hogy nem tudtál a létezéséről, meg alacsony volt a nézettsége, a hallgatottsága, de hogy rengeteg ilyen érkezett. Itt, amikor műfajokról beszélünk, akkor egy kicsit korcsoportokról is kell, hogy beszéljünk, mert látni kell, hogy a 20 évesek táborában és a 20 évesek számára inkább a rap, a hip-hop az, ami amúgy megy Magyarországon is. Az a fölötti korosztályok inkább mondjuk 35-től fölfele, vagy 30-tól is felfele, ott ezek a klasszikus stílusok, mint a pop, a rock, az alternatív is egyébként ide sorolható, ezek azok, amik inkább a trendnek megfelelnek. Na most ebből egy ilyen nagy zenei mixet csinálni, az egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert ha az egyiket emeled be, akkor a másik sérül, ha a másikat emeled be, akkor... Tehát ezt így egyensúlyban tartani nagyon-nagyon nehéz, de úgy gondolom, hogy jó úton járunk, mert hogy most érkezett meg pont karácsony előtt, ilyen karácsonyi ajándékként december 22-én az első olyan hallgatottsági mérése a Petőfi Rádiónak, ami már ezt az október 1-e utáni időszakot vizsgálta, és növekedett a Petőfi Rádió hallgatottsága, ami 5000 fővel egyébként, és ez számunkra egy nagy elismerés, azért helyén kezeljük még ezt a számot, és szeretnénk, hogyha ez a következő időszakokban is még így lenne, és akkor elmondhatjuk, hogy egy trendszerűen szépen beállt növekedési pályára, de önmagában az, hogy emelkedést láttunk benne, az azt jelenti, hogy az emberek erre reagálnak, és jól reagálnak. Hát és reméljük, hogy ez így lesz 2024-ben, és én biztos vagyok benne, mert ez egy csodálatos misszió. Köszönjük szépen, Zsolt, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Köszönjük.